Mondja, uram! is egy kis ásvány vizet, bármelyik percben itt lehet, tehát két poharat is hozzon mellé. Rendben, uram. Bizegőset? Tessék. Bizegős legyen a szóda? Boldog, hányszor mondjam el magának, hogy nem bizegős, hanem szénsavas, és nem szóda, hanem ásványvíz. Nem mindegy. Nézze, én megértem így is, hogy mit akar mondani, de vendégek társaságában kínos, hogy a titkáron bizegősnek hívja a szénsavadúsított ásványvizet, és bizsi a szénsavmenteset. Értem, uram. Elnézést. De egy ideje már nem fordult elő? Nem, mert nem kért senki ásványvizet. Viszont mikor múlt héten Vador professzor rövid kávét kért, hosszú kávét hozott neki, és rövid italt töltött bele. Többet nem fordul elő? Nem is, mert mostantól a fotkát itt bent tárolom. Szóval szénsavasat kér? Na látja, ahogy nem nehéz. De nem, nem szénsavasat. Jól van, akkor hozom bizsinélkül. Ajajatja oh, ég. Bodog, mivel érdemeltem ezt ki? Maga helyett ázsiai lányok szolgálhatnának ki a nap 24 órájában, de nem, ők a bátyám körül repdesnek egy emelettel lejje. Ugyan ne kezdje már megint. Meséljek magának valamit, boldog? az üzlettel kapcsolatban. I igen, tudom, a maga ötlete volt az egész. Úgy bizony, a Tauszuan masszázs az én ötletem volt. Rengeteg masszásszalon volt előtte is, de. De egyik sem alkalmazta a Tauszuan masszázs módszert. Egyik sem. Tudja, hogy hol voltam én tíz évvel ezelőtt? Igen, Japánban volt. Így van, ott ismertem meg Suanát, ő mutatta meg nekem a Tau masszást. Igen, tudom. Mikor hazatértem, éreztem, hogy ezzel a módszerrel itt meg lehetne gazdagodni. És elmesélte a bátyának. Annak a szemétnek. Kitaláltam a teljes üzletet, a felépítését, az arculatát. És a, a bátya létrehozta az üzletet. Azt mondta, nem gondolta, hogy nekem lenne kitartásom az ötlet kivitelezéséhez. Hátba támadott! Uram, ezt már sokszor elmesélte. Hogy tehette ezt? Aztán bevett az üzletbe, mint ügyvezető igazgatót, marha jó. Ő lent a masszárszalomban kényezteti magát, én meg nem alkalmazhatok még női titkát semmet, elvenni elvenné a figyelmemet. Ezt mondta. Neki meg folyik be a pénz. De végül is maga csinált mindent, maga az agy. Ez igaz, de kit érdekel? Mindenki őt isteníti, hogy mekkora ötlet volt, és hogy mekkora zseni. Hozzak egy nyugi bogyót, rendben? Nyugtató! Nem nyugibogyó. bogyó! Hányszor kell még elmondanom? Ööö, inkább egy dobozzal. Gerenyák megérkezett, uram. Küldje be. Emil! Hogy vagy, kölyök? Jól köszönöm. Azért még kell a nyugtató? Nyugtató? Minek neked nyugtató? lényegtelen, nem kell boldog, elmehet. Szóval azt szeretném mondani, szóval hogy... Szóval miről beszéltél? Azt mondtad a telefonban, hogy tudod a megoldást a problémámra. Bizony, tudom. És mégis mi a megoldás? Ha tönkretesszük a bátyámat, én is tönkre megyek. Igen, tudom. Szóval amellett, hogy gyűlölöm, sajnos nélküle egy nulla lennék. Ez az igazság. És ettől még inkább gyűlölöm. Igen, ezzel tisztában vagyok, a de... A a az én ötletem volt. Ne kezd. Ezzel nem érsz el semmi. Tudod te, hogy én hol voltam tíz évvel ezelőtt? Igen, Japánban, de ne folytasd, már a könyökömön jön ki. Ott ismertem meg... Akarod, hogy segítsek? Igen. Akkor ne folytasd. Jó van. Tehát mi a megoldás? Tulajdonképpen csak egyetlen megoldás van, de az halálbiztos. Mi lehet az, ami halálbiztos? A halál. Tessék, e ezt, 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 ezt meg hogy érted? Úgy, ahogy mondom. Tisztában vagy te egy bizonyos szerződéssel? Szerződés? Mi szerint a tiéd a teljes bevétel, és minden, ami a szalonnal kapcsolatos. Abban az esetben, ha... Igen? Ha a bátyád meghal! Jézus! Nem tudnál még jobban kiapálni? Nos... Uh, ne, 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 kérlek, ne! megőrültél, őjen meg a bátyám! Nem, 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 nem neked kell megtenned valaki másnak, aki idegen, aki profi, aki egy vérbeli. Vérbeli? Bérgyilkos! Erről ki le! Na, mit szólsz? Ő lesen meg a bátyám? De nem is tudom, ez bűn! Ugyan már! Az nem volt bűn, amikor szétveretted az autóját? A kettő azért nem ugyanaz. Na ide figyelj, ismerek egy profit. Igazi szakember. Honnan ismersz te bérgyilkosokat? csak ezt az egyet ismerem. Tudod, volt pár fickó, aki átvett pókerben. Soha többé nem megyek hozzád kártyapartira. Nos, mit gondolsz? Minden megoldódna. De neked ebből mi a hasznod? Hát, a bevétel 20%-át kérem. Cserébe fizetem a bérgyilkos első részletét, és ha bármi gáz van, felvállalok mindent. Persze, nem lesz gáz, mert ez egy profi. Nem is tudom, hogy... Jó ajánlat. Na, itt az első részlet. Mi? Még, még ezt végig kell gondolnom. Nincs mit végig gondolni. Itt a pénz. A fiskóval mindent megbeszélsz, hamarosan itt lesz. Tessék, na, na, ne, ne viccelj. Nem vagyok humoros kedvenben. Ez sima ügy. A fiskó sosem hibázik. Jó, de. Most mi a baj? Ez a megoldás. Hát nem érted? Nincs több ki, nincs több szenvedés, csak rengeteg pénz és tucat ázsiai masszőr Na jó, meggyőztél. Na, ez a beszéd. akkor elmondom, mit kell tudnod a fickóról. Nincs nevek, egy múlt nélkül idegen, érted? Senkinek nem árulj el a nevét, de nem is kell tudnod. Ő csak megcsinálja, amit kész, ennyi. Ne kérdezz rá se a nevére, se a múltjára. Ha kíváncsi vagy, megkérdezheted, hogyan szokta csinálni, mit gondol a leghatásosabbnak, de csak a munkájáról kérdezhetsz, érted? Igen, értem. Ha megérkezik, add át neki a borítékot. 250 ezer forint van benne. Hát elég sok. De jogosan ilyen sok. A második részlet szintén 250 ezer, azt neked kell majd kifizetned. De csak akkor, ha elvégezte a melód zöggenőmentesen. Tehát neked nincs veszteni valód. És az én nevem nem említsd. Nem tudja, ki ajánlotta be hozzád, ne is tudja meg. Értem. Na most már mindent tudsz. Én megyek. Várj, miről ismerem meg? Tudni fogod, hogy ő az. Ah, de jó ég. Igen, tessék. Szervusz, Milán, mondjan. Igen? Igen, értem. Sikerült el intézni? Jó van, akkor jó. Nem akartam, hogy kellemetlensége legyen annak a vendégnek. Megfenyegetett? Igen, nem is értem, hogy hogy tudtad lerázni. Köszönöm. Jaj, ne, ne, nem ismétlem meg. Jó, jó, jó. Te vagy a legjobb bátya világon. Köszönöm, hogy segítettél. Most menjek le? Jó van. Oké, okay. oké, okay, viszek egy kólát. Persze, hogy szívesen tele van a hűtőm. Jó, na megyek. Pofátlan szemét. Meg is érdemled, amit kapni fogsz. Boldog! Most le kell mennem a bátyámhoz a szalomba, el kell valamit intéznünk, de rögtön jövök vissza rendben. Rendítsek. Van még kóla a hűtőben? Igen, azt hiszem. Akkor rázza fel alaposan, és adja oda. Leviszem magammal. Még rázzam fel. Csak csinálja! De akkor kifut, mikor kinyitja? Nem mondja. Parancsoljon. Ja, és vendéget várok, engedje behajom. Két? Nem ismeri. Honnan ismerem fel? Nos, azt, ne, azt nem tudhatom. Tessék! Mindegy, ha valaki jön, engedje be! Hát jó. Ahó! Akar itt valaki fényképezkedni? Hát ez üres, érdekes. Ha, talán a név egy kártyámat itt hagyhatnám. Vagy. Álljunk meg egy szóra, én most egy idegen irodában tartózkodom. Aztán ez magánlaksértésnek számít? Hát maga meg ki? Na, engedje meg, hogy bemutatkozzam. Magát várja Gálemi Lúr? Hát, lehet. Lehet, hogy ez a Gálemi rám évek óta, de nem is sejti. Minden esetre ide nem jöhet be. Miért nem várakozik kint? Nos, nem volt kint senki, ezért bátorkodtam bejönni. Persze, hogy nem volt kint senki. Kint voltam a mostóban. Értem. Ezt nem tudtam. Akkor bemutatkozhatok? Persze, de kint várjon. Fritz vagyok. Fritz? Ha a fénykép kell, hívd Fritzet, csíz, és mondd egy viccet. A legjobb fotós. Igazolványkép, divatfotó, portfólió, minden, ami kell. És minek Gál úrnak fotós? Uram, én mondtam neki, hogy kint várjon. Már meg is érkezett? Bódog, menjen ki. Á, engedje meg, hogy bemutatkozzam. Ne, ne, nem akarom tudni a nevét. Nem? Ugyan már, úgysem mondaná meg az eredeti nevét. Nincs szükség állni évre. inkább nem mondjon semmit. Nos... Vagy a... ez teszt volt? Nyugodjon meg, nem kérdezősködöm, engem nem érdekel a múltja. Hát azt gondoltam. Ó, oh, elnézést még meg sem említettem. Elnézést csak tudja, ideges vagyok, kisé. Miért ideges? Ez a fajta elintézés mód nem az én stílusom, de nincs más megoldás. Pont attól az embertől jövök, akivel majd... Érti? Akivel majd... Hát, akit maga... Én? Igen. Nem teljesen értem. Nos, be elmondanám, mivel foglalkozom. De... Minek? Mi? Tudjuk jól, mivel foglalkozik, ne firtassuk. Hát jó. Maga csak tudja, hogy ki az a személy, akivel dolga lesz. Á, szóval igénybe veszi a szolgáltatásaimat. Persze, ezért jött ide, nem? De igen, igaza van. Bár mindenkivel ilyen könnyen menne. Miért van, aki megtántorodik? Ó, oh, de még mennyien. Valóban, akkor egyáltalán minek találkoznak önnel? Miért engedik be a lakásba, ha nem biztosak a dolgukban? Egyetértek, akkor küldjenek el, de rögtön. Így van. Maga nagyon szimpatikus ember, Gál Ugyan ja, már nem mondjon ilyet, akkor nem beszélgetnék most magával. Mert? Ezek szerint nem tudja, hogy milyen kapcsolatban állok a célponttal? Célpont? Nos, a bátyámról van szó. Á, őt kéne... Ki se mondja! Jó van. Akkor nem mondom. De azt hittem tudja, hogy a bátyám az. Most, hogy őszinte legyek, azt hittem maga lesz az. Micsoda, hogy én? Ezt meg miből gondolta? Hát általában azt szokták kérni. Ezt komolyan mondja? Hát persze. De hát annak meg mi értelme van? Ezt hogy érti? Hát ha az ember magát akarja, azt, azt miért nem intézi elő maga? <laughs> hát az nem ugyanaz. Tehát nincs elég merszük, ezért fogadják fel magát? Miért ne lenne merszük? Inkább arról van szó, hogy ők nem tudják megcsinálni. de hogy nem, sokan csinálják maguk. Na jó, de nem tudják olyan szögből. Ebben lehet de hát valami. De hogy ezért pénzt adjanak, na mindegy. A szóval a bátyáról lenne szó. Igen, róla. És vele mikor beszélhetem ezt meg? Tessék, most viccel? Miért viccelnék? Ő nem tud róla. Á, szóval ez egy meglepetés. Hát ez így elég morbid. És mikor kéne lekapnom? Elnézést, de kérem, ne használjon lekapni kifejezést, inkább ne is mondjuk ki mit tesz vele, úgy könnyebb. Ne, ennyire zavarja a szájunk. Kérem, kérem. Jól van. Nem mondom ki még egyszer. Szóval, mikor... Hát, nem is tudom, ezen még nem gondolkodtam. Mikor is lenne olyan alkalom? Mondjuk ma? Jó. De nincs itt a felszerelésem. Ja, értem. Hát akkor ezen még gondolkodom, jó? Jó van. És hogyan akarja? Hát hogyan? Ahogy szokás. Jó, de tudnom kell, hogy milyen típust akar. Attól függ az ár. Jaj, de nálam már itt van az első részlet, el is felejtettem. Ami ebből kijön, olyat akarok, a lehető legegyszerűbbet. Ennyiért ugye elvállalja? Hogyha a világ ennyi, akár az egész családját is. De ja, Nem mondjon már ilyet, kérem. Nem, csak ezért mondom, mert ebből igazán több is kijön. De nekem elég csak a bátyám. Pedig ebből jó pár fő kijönne. Nem baj, egyébként azt hittem, ennyi az első részlet egy főre. Dehogy? Első részlet? Mi lesz még több is? Ez nagyon sok, de természetesen elfogadom. Maga igazán kedves. Tudja mit? Magát is lekapom. A cég ajándéka. Mi? nem mondjon már ilyet, megőrült! Jaj, elnézést a kifejezésért. Akkor magát ne? Ne! Csak a bátyámat! Rendben. Ha maga mondja, ne, ezek után nem is érdekli, gondolom, az akciói. Akciók? Ilyenek is vannak? Igen, de maga csak a bátyját akarja. Tudja, van egy egyet fizet, kettőt kap akció, de ez most magát nem érdekli. Van egyáltalán olyan, aki ezt igénybe veszi? Persze. Sokan ezt nem gondoltam volna. Viszont ennyi pénzből bármelyik típus kijön, úgy csinálom, ahogy csak akarja. Igen, hát ez mondjuk jó, de nem akarok semmi különlegeset, csak legyen gyors és fájdalommentes. Jól van, erről gondoskodom, abban biztos lehet, de mégis csak ennyit kér, semmi extra. Semmi extra. De mondja csak, elárulná, hogy uh, hogyan szokta csinálni, azt azért tudni szeretném. Hát, hogy hogyan? Végül is, ahogy mások. De mégis hogyan? Én beállítom az alanyt, Megkérem, hogy maradjon úgy, aztán csíz és. Mi? De csíz beállítja, ne mozduljon. Még előtte meg is mondja nekik, hogy mit fog csinálni. Hát persze. De minek? Nem értem. Tudniuk kell. Miért? Mert joguk van hozzá. Ne beszéljen már nekem jogokról, az egészhez nincs joga, mindketten tudjuk. Na de ezt maga tudja? Hát nem vagyok hülye. Akkor miért nem olyas valakit kér meg, akinek megvan a papírja ehhez? Ehhez papír! teljesen mindegy, a végeredmény ugyanaz, és egyébként is úgy tudom maga profi. Hát, én is így gondolom. Inkább azt magyarázza meg, minek még előtte szembesíteni őket azzal, hogy mi vár rájuk. Uram, sok pénzt adott, ha akarja, nem mondom meg a bátyának. De is várom, hogy nem mondja el. Hát jó, így nehéz dolgom lesz, de se baj. Ráadásul én megszoktam a mosolyt is. Uram, Isten, mindig arra kéri őket, hogy mosolyogjanak? Úgy az igazi. Jézusom, hát a bátyának nem mondja, hogy csísz, csak tegye meg és annyi, nem kell ezt túlbonyolítani. Hát, maga mondja. És ami az utómunkálatokat illeti, milyen sorozatot akar? Tessék, sorozatot? Maga egy egész sorozatot akar a bátyámba? Atya világ, nem kell, elég egy. Egy? Igen, az halkabb is. Hát ez igaz. Nem szabad, hogy észrevegyen, ezt megmondta. De nem vagyok képes elhinni, hogy egyetlen egyért ennyit fizet. Pedig így van, legyen egyel, de az sikerüljön. Jó, hát azért lehet, hogy csinálok pár próbát. Próbát? Nem tudja egyből? Nem is tudom, ha nem vehet észre, nem biztos, hogy az első jól sikerül. Sikerüljön jól, nem kell, hogy szenvedjen. Miért szenvedne? Mindegy, egyből sikerüljön és kész, rendben? Rendben. Elnézést, ha idegesnek tűnök. Maga sokszor csinált ilyet, biztosan jobban tudja, de szeretném, ha egyből jól sikerül. Na jó, van semmi baj. Majd megoldom. Igen, tessék? Ó, üdvözlöm, ugye, úr. Nos, én azt hittem, a bátyámmal megbeszélte. Nem, nem, én is nagyon sajnálom, de nem adhatom vissza a pénzét. Tudom, hogy az én hibám, hogy rosszul számláztam. Ne, ne, kérem, uram, de nem beszélte meg a bátyámmal? Igen, biztosan sokkal udvariasabb ember nálam. Jó van, nyugodjon meg. A rendőrséget, ugye a ne hívja a rendőrséget. Tudja mit, átviszem a pénzt magához most. Igen, már indulok és csak ne hívja a rendőrséget. Itt vagyok pár utcával arrébb, rögtön ott leszek. Rendben, visszhal. Az a barombátyám. Azt mondta, elintézte. Ilyen nincs. Nincs is lelkiismeret furdalása amiatt, amit tesz vele.